Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, remélem a mikrofonnal nem lesz probléma, azt mondták, hogy nagyon közel kell tennem, remélem, hogy jól hallanak. Igen, hát hallom, jó, köszönöm szépen. Tehát 2008-tól az Országos Orvosszakértői Intézetnek megváltozott a neve, ugye Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetté. Ez a névváltozás nem csak azt jelenti, hogy ugye csak egy név, hanem az, hogy a feladataink megváltoztak, kibővültek. A felhatóságunk is megváltozott, hiszen addig 2008. januárjáig az egészségbiztosítási pénztárhoz tartoztunk, most pedig a felügyeletet a Szociális Minisztérium látja el. Intézetünk valóban több mint, vagy közel 30 jogcímen végez vizsgálatot. Ezek közül a legismertebb az úgynevezett rokkantosítási vizsgálat, ami azt jelenti, hogy a megváltozott munkaképességű embereket véleményezzük. 2008. januárjáig ugye a hozzánk forduló betegeknek a munkaképesség csökkenését véleményeztük. Ennek a rövidítése ugye MKC, tehát munkaképesség csökkenést véleményeztünk. 2008. januárjától azonban feladatunk megváltozott, kibővült, komplexé vált, tehát összegészségkárosodást véleményezünk, a szakmai munkaképesség megtartásáról adunk véleményt, illetve megváltozásáról, valamint a rehabilitálhatóságról. Amennyiben a beteg rehabilitálható, akkor rehabilitációs szakvéleményt készítünk. Konkrétan, számszerűen szeretnék néhány dolgot elmondani azért, mert azt tapasztaljuk még mindig, pedig már ugye eltelt gyakorlatilag másfél év, hogy nagyon sokan ezekkel a százalékokkal, az átszámításokkal nincsenek teljesen tisztában. Tehát ugye korábban, 2008 előtt, ahogy mondtam, munkaképesség csökkenést véleményeztünk, akinek a munkaképesség csökkenése az 50%-ot elérte, ugye az volt, aki szociális járadékra jogosultságot szerezhetett. A jelenlegi új irányelveink szerint, mert azt ugye nem említettem, hogy a feladat megváltozásával, illetve kibővülésével együtt járt az, hogy új szakmai irányelvek jelentek meg, amelyiket most már alkalmazunk. Tehát az új szakmai irányelveink szerint a korábbi 50%-os munkaképesség csökkenés a jelenlegi 40-49% közötti munkaképesség csökkenésnek felel meg. A korábbi 67%-os harmadik csoportú munkaképesség csökkenés is megváltozott. Itt az 50-79%-ig terjedő összegészségkárosodást elérő betegek azok, akik vagy rehabilitációs járadékra, vagy pedig harmadik csoportú rokkantságra kaphatnak jogosultságot. A rehabilitációs járadékról tudni kell azt, ugye, hogy itt a rokkant nyugdíjhoz képest az a változás, hogy ezt ugye azt kaphatja, akinek ugye a százaléka 50 és 79 százalék között van, a szakmai munkaképessége megváltozott, ez egy másik nagyon fontos dolog, és rehabilitálható. Tehát, hogyha ezek a feltételek fennállnak, akkor lehet véleményezni a rehabilitációs járadékot. A rehabilitációs járadék az a rokkant nyugdíjnak a 120%-a, munkaviszonynak számít, viszont csak 3 évig véleményezhető, tehát 3 éven túl nem állapítható meg. A rehabilitációs járadéknak az a célja, hogy ugye a megváltozott munkaképességű embereknek a maradék egészségkárosodás után maradék munkaképességét figyeljük, és annak alapján próbáljuk a számára megfelelő munkahelyek, illetve munkalehetőséget javasol. Pontosan emiatt az orvosszakértők mellett a bizottság komplexé vált, tehát szociális és foglalkoztatási szakértők is részt vesznek ebbe a munkába, tehát a rehabilitációs járadékra javasoltaknál a foglalkoztatási szakértő is interjút készít, aminek
tájékoztatja a beteget, hogy az ő egészségi állapotának tulajdonképpen milyen dolgok felelnek meg, illetve ugye a betegnek ebben az esetben együttműködési kötelezettsége van a munkaügyi központban.